A tavalyi 29 milliárddal szemben idén 34 milliárd forintot biztosítanak a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek támogatására, így a múlt évinél 400 fővel többen, már mintegy 30.700 megváltozott munkaképességű ember tud valamilyen foglalkoztatási formában elhelyezkedni. A programban résztvevő munkáltatók száma 325-ről 350-re emelkedett. Néhány év óta a megváltozott munkaképességűeket segítő munkahelyteremtés, rehabilitációs munkahelyek teremtése az lelassult, időnként meg is állt. A kormány ezt felismerve már 2014 végén a 2015-ös évre is próbálta ezt egy extra segítséggel támogatni, most 2015 végén, egészen a végén, valamikor december 20-át követően született egy kormányrendelet, amely egy olyan pénzügyi folyósítással zárult, hogy szilveszter napján megérkezett az érintett vállalatokhoz egy olyan anyagi támogatás, ami azokra a fejlődésekre, fejlesztésekre, elmaradt karbantartásokra adott gazdasági hátteret, amire korábbiakban nem volt megfelelő forrás. Balogh Zoltán elmondta, a tervek szerint rendszeressé teszik a támogatást. Jogszabályban garantálják, hogy azoknak a cégeknek, amelyek a következő évben is vállalják megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, minden év végén folyósítanak támogatási összeget. Ebből a forrásból a nyíregyházi Start is több jelentős beruházást valósított meg a tavalyi évben. Ami nálunk megvalósult 2015-ben, azok elsősorban akadálymentesítések. Mondok ilyet, hogy a vállalati főbejáraton elektromos ajtót helyeztünk el. Ez egyébként valószínűleg nekünk, akik jól mozgunk szerte a városba, nem okoz gondot, de a kerekesszékesnek egy kirincset elérni télen, az külön problémát jelent. Felvonóépítés, kamerák beépítése, aztán olyan gépi fejlesztések, amivel kint vagyunk a nemzetközi piacon, még nem is került a nyilvánosság elé, valószínűleg most fogja a közvélemény először hallani, hogy egy korszerű olyan hipógyártó gépsornak a próbaüzeme folyik most az egyik egységünkbe, amit már azért kellett megvalósítani, mert a nemzetközi megrendelés már nem tudtuk ebből a áruféleségből tartani, most pedig egy nyomragép beszerzésen dolgozunk, ahol szintén hasonló a folyamat, a megrendelés állományt hosszabb ideje már nem tudjuk teljesíteni, csak úgy, ha fejlesztése történnek. A támogatási összeg nagyságát a foglalkoztatottak számának arányában határozták meg. A támogatást november 30-áig lehet felhasználni olyan fejlesztésekre, beruházásokra és eszközbeszerzésekre, amelyek segítik a megváltozott munkaképességű emberek munkavégzését. A nyíregyházi Start megközelítőleg 1500 munkavállalót foglalkoztat.